Rendkívül melegben június 21-e és 22-e között rendezték meg a 2017-es Éverdésze verseny országos döntőjét, amelyet ezúttal az Országos Erdészeti Egyesület megbízásából hazánk legkisebb állami erdőgazdasága, a Kasszó ZRT szervezett meg. A számos gyakorlati feladat között a tavaly első alkalommal versenybe illesztett közjóléti próbatétel ezúttal is szép kihívást jelentett a versenyzőknek. Különbség volt az előző évi Somogyszobi megmérettetéshez képest, a szállalás kikerülése, helyette pedig az erdőkárbecslés megjelenése a napi programban. Minden helynek van azért olyan specialitása, ami, ahol nem lehet egy-egy feladatot szakmailag megvalósítani, és helyette mindenképpen célszerű egy másik feladatot bevonni. Mindenképpen fontos az erdőkárok felismerésének, felbecslésének a versenyszerű megismertetése is, és ezért került be ebbe az évbe egy másik, korábbi másik feladat helyett. Talán a legnagyobb kihívás az új versenyszám, az erdőkárbecslésnek a kitalálása, ténylegesen a feladatnak a végrehajtásának a lebonyolítása volt. A 10. Éverdésze verseny azért egy erős nyomás volt így a szervezésen, de azt hiszem, hogy megfeleltünk a feladatnak. A tavalyihoz hasonlóan ezúttal is 19 magyarországi és 3 erdélyi szakember mérte össze tudását a megmérettetésen. 2017-ben végül az év erdésze a Sefag ZRT munkatársa Szehágel István lett, aki az erdőgazdaság házi versenyén is diadalmaskodott. A székelyföldi vendégek közül a legjobb eredményt Andorka Bernát érte el, aki sok kihívással, de egy lényeges könnyítéssel is szembesült a két nap során. Terepi feladatokban volt egy olyan, hát még úgy el is rögtük, egy ilyen könnyített pályán játszottunk, ahol nem kellett félni a medvétől. Székelyföldről érkeztem, egészen pontosan Székely udvarai mellő, a Zetalaki magánerdészettől, még pontosabban Székelyvarsáról. Nálunk is megvannak a, hát azt mondjam, hogy az előselejtezők. Van helyi szinten az erdészetnél egy helyi szakasz. Ott az első 3 men a székelyföldi erdészversenyre, ahol 3, hát többnyire 3, de az utóbbi időben már kezdett bővülni 4-5 megyére a székelyföldi erdészetek vesznek részt, és onnan az első 3 vesz részt itt ezen a magyarországi éverdésze versenyen. Ez abszolút plusz kihívás, mert otthon, a helyi erdészetnél otthon az román nyelven folyik, a székelyföldin ott már román magyarul. Terepi feladatok az jóformán nálunk hiányzik teljesen. Tehát nincs ilyen, hogy lövészet, nincs állományleírás, nincs gyérítésjelölés. Tehát a terepi feladatok azok mi hiányoznak otthon. A 2017-es Éverdésze verseny hivatalos díjátadója június 23-án az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén zajlott le.